Trianon palota, Párizs mellett Versailles-ban 1920. június 4-én 16 óra 30 perckor. Az első világháborút lezáró békeszerződés aláírására gyűlnek a diplomaták. Itt van a cseh, a szlovák, a román küldöttség, vagyis a kisantant, azok az országok, amelyek érdekeltek voltak Magyarország feldarabolásában. A győztesek képviseletében Anglia, Franciaország és a többiek, az antant hatalmak. Ítélkeznek. Aponyi Albert gróf Magyarországról beszél. Három nyelven, két órán át, egy országért. Míg a többi vesztes országot alig érték területi veszteségek, Magyarország 282.000 négyzetkilométerről 93.000-re csökkent. A 18 milliónyi magyarból 7,6 millió maradt a trianoni határokon belül. A felvidéket, Erdélyt, a délvidéket és az őrvidéket mások vették birtokba.